Olaszország kevés előremutató változást tudott elérni a jogállamiság terén, sokkal többet kell tennie. Ez derül ki az Európai Bizottság szerdán közzétett legutóbbi jelentéséből. A bizottság számos kérdésben fogalmazta meg kétségeit. Az egyik ilyen aggály a miniszterelnök közvetlen megválasztásának bevezetését célzó reformtervezet. A bizottság kérdésesnek találja, hogy ez valóban nagyobb politikai stabilitást biztosít-e Olaszország számára, vagy ezzel a reformtervezettel az államfő szerepe gyengülne. A bizottság értékelése kitér továbbá a közelmúltbeli igazságügyi reformra, és arra, hogy ez befolyásolhatja el a bírák függetlenségét és tekintélyét. George Andy, az Euronews riportere, a kormánypárti Olaszország fivérei parlamenti képviselőjét kérdezte a jelentésről. Brüsszel látott némi jót abban, amit a kormány az elmúlt másfél évben tett. Ami a negatív aspektusokat illeti, annyit mondanék, hogy például a rájügy már hosszú ideje létezik, nem köthető kizárólag a Meloni kormányhoz. Ami a miniszterelnök közvetlen megválasztására vonatkozó reformot illeti, csak emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy az olaszok majdnem két évvel ezelőtt Melonira szavaztak, és nemrég megerősítették ezt a választásukat, ami azt jelenti, hogy támogatják a reformokat. A jogállamiságról szóló éves jelentés az összes tagállamot vizsgálja. Olaszországban a sajtószabadság kérdése folyamatos probléma, a politikai befolyásról szóló vita egyre erősebb. Néhány hónappal ezelőtt a Rai újságírói beszüntették a munkát, hogy ezzel tiltakozzanak a kormány szerkesztőségi tartalom feletti ellenőrzése ellen. Az olasz újságírók szakszervezetének a főtitkára szerint szomorú, hogy Olaszországot egy szintre helyezték olyan országokkal, ahol a sajtószabadság sokkal rosszabb helyzetben van. A sajtószabadság egyre szűkül Olaszországban. Ezt a problémát jeleztük az Újságírók Nemzetközi Szövetségénél épp úgy, mint az Európai Bizottságnál. Írtunk leveleket, kértük, hogy jöjjenek ide személyesen megbizonyosodni a helyzetről. Minden lehetséges módon megpróbáltunk mindenkit figyelmeztetni arra, hogy a sajtószabadság Olaszországban egyre inkább gyengül. Még soha nem volt példa arra, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatást ilyen módon elfoglalták volna. A Rai egy teljes mértékben átpolitizált média felület lett, és ez nem tesz jót, nem segíti a tájékoztatás pluralizmusát, tette hozzá a szakszervezet főtitkára. Az ellenzéki pártok Meloni kormányát okolják a demokratikus alapértékek elhalványulásáért Olaszországban, és nem támogatják a jogállamisági jelentésben is szereplő reformokat.